Legjobbjai közül mind az NB1-es Debrecen, mind a másodosztályú Szeged Grosics többeket pihentetett a Magyar Kupa negyedik fordulójának első mérkőzésén. A hajdúságiaknál így is több válogatott játékos, Szakály, Bódi és Varga lépett pályára, míg a hazai együttesben öt olyan fiatal kapott lehetőséget, akik rendszeresen csak a megyei első osztályú fiók csapatban futballoznak. A debreceniek már a találkozó elején támadólag léptek fel. A negyedik percben Sós éles szögből leadott lövését védte Molnár F. Tamás. Két perc múlva Pászka cselezgetett a jobb oldalon, az ígéretesen alakuló akció végén viszont nem talált jó helyzetben lévő társat. 10 perc elteltével Bódi Ádám lövése zúgott el a szegedi kapu mellett. Nem sokkal később Jovanovics cselei után került szögletre a labda. A 13. percben Bódi hozta játékba Szakályt, aki azonban a kapu fölé emelt. A 21. percben Castillon hozta zavarba a szegedi védelmet, de Jovanovics lövését Molnár F. hárította. 4 perc elteltével pedig újra a bosnyák játékos veszélyeztetett távolról. Az ellentámadásnál Fodor lövése ment Jócskán fölé, majd fél óra játék után Jovanovics beadása csattant a felső lécen. A 36. percben Jovanovics beadása találta meg Sós Bencét, akinek lövését Balogh Miklós blokkolta. Egy perc múlva Olá Lóránt játszotta meg Fodort, aki éles szögből tette kapura a labdát. A Debrecen hamarosan Ferenci távoli kapufájával válaszolt. A 42. percben Bódi küldte fölé a szabadrúgást. A második félidő is debreceni mezőny fölénnyel kezdődött. A vendégeknél az 50. percben Szakály játszott Bódihoz, akinek a beadásáról kevéssel maradt le a hosszú oldalon érkező Sós. Ebben a játékrészben több veszélyt jelentettek a biztos védekezésre és kontrákra építő Szeged Grosics ellentámadásai. Az 55. percben Cirok zúgott el a jobb oldalon, beadásából viszont csak szöglet lett. A DVSC nem találta a Szeged masszív játékának ellenszerét, a második félidőben már helyzetbe is alig kerültek Kondás Elemér tanítványai, és ha kellett, Molnár F. is jól avatkozott közbe. A 75. percben Cirok hosszú labdájával Geiger léphetett volna ki, majd a debreceniek a 82. percben kerültek a legközelebb a gólhoz, Jovanovics passza után Berecki a felső lézre bombázott. A végén még a Szeged is próbálkozott, de az eredmény már nem változott. Voltak kísérleteink a kapu előtt a gólszerzésre, de kicsit gyorsabban kellett volna játszanunk. Azt el kell mondani, hogy a Szeged az nagyon masszívan, szervezetten védekezett, és egyértelműen kontrára rendeződött be. Nem mindig találtuk meg azt a jó paszt, ami ahhoz vezetett volna, hogy gólt tudjunk elérni. Klaus László csapatának ugyan nem nőttek az esélyei a továbbjutásra, de a vezetőedző nem lehetett elégedetlen az önmel fiatalokból álló csapat teljesítményével. Úgy védekeztünk fegyelmezetten, taktikailag fiataloknak is meg volt mondva, hogy mi a feladatuk, ezt maximálisan betartották, és hát ezzel a csapat egységgel tudtunk idézőbb eredményesek lenni egy pontra. A Szeged Grosics a következő bajnoki mérkőzését szombaton Gyulán játssza az ETE ellen. A kupa visszavágóra november 18-án kerül sor Debrecenben.